Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Az utolsó vacsorán Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha ismernétek engem, atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt és látjátok. Fülöp megkérdezte. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt. Már oly régóta vagyok veletek, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod át, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, s az atya én bennem? A szavakat, melyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, s a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbe vinni, melyeket én cselekszem. Sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Bármit kértek majd nevemben az atyától, megteszem nektek, hogy az atya megdicsőjön a fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem. Ez az evangélium így. Kedves testvérek, az újabb időben mindig bántott, szinte megsértette a hitemet, ha akár paptestvérek, akár a hívek a most elhangzott evangéliumihoz hasonló részletekről azt nyilatkozták, hogy elvont. Mi az, hogy elvont? Hát az Úr Jézus most osztja meg létének legmélyebb titkát. Egyszer kértek egy ilyen beszélgetést Budapesten, és ott a Katolikus Rádió egyik újságírója mondta, hogy hát most, amit mondott a Balázs atya, az nagyon elvontott, a felhőkbe jártunk, most szálljunk le a hétköznapokra, mondom, bocsánat. Minél magasabb, amit Krisztus mond, annál inkább a hétköznapi. Mi a leghétköznapibb? Az, hogy szeretnek-e igazán, vagy szeretek-e én. Ennél közelebb történet nincs. És ha Isten egy személy lenne, akkor hogyan tudna szeretni? Azért nem mindegy, hogy melyik Istent imádjuk. A mohamedánok Isten Allah egy személy, egy valaki, irgalmas, de még mi? Sors is. Tegnap az egyik paptestvérrel beszélgettünk, hogy tulajdonképpen hát az ateista kérdés az nem is létezhetne, mondjam. Föl se szabad azt tenni, hogy létezik-e Isten. Mondom, de föl szabad tenni. Mert az ateista kérdése nem ám az, hogy létezik az Isten, hanem hogy milyen. Ha egyedül van, öröktől fogva, akkor kit szeret? Fogalma sincs akkor a szeretetről. Az egy félelmetes, isteni pokol. Egy végtelen magány. Hogy lehet egy személy egyedül? Belegondolsz ebbe? Tehát amit itt az utolsó vacsorán mond Jézus, egyszer a kamasz fiúknak, 14 évesek, Esztergomba hittanórán mondta májusba, mert tiszteltek engem, és nagyon akartak figyelni, de nem sikerült, az eszük már másút járt. A kiránduláson, a táncon, amelyet befejezik a tánciskolát, majd a Knézis utcai lányokkal is, mindenütt. És akkor, ha nem figyelnek, akkor csak a papa hibás, illetve hitoktató.
És akkor jött a megvilágosodás, tudjátok? Ha Isten nem lenne Atya, Fiú, Szentlélek, mert erről volt szó a hittanórán, akkor nem lenne szerelem meg barátság. Akkor nem lenne szülői szeretet, gyermeki szeretet. Mert a szeretet Istentől van. Írja az a János, aki jelen volt az utolsó vacsorán, amikor Jézus ezeket az úgynevezett elvont gondolatokat mondta. Akkor nem értették. Éppen azért jegyezték meg, mert nem értették. Hát mi az, hogy egy zsidó ember, igaz, hogy csodákat tett, próféta, hallottakat támasztott, mi az, hogy én és az Atya egy vagyunk? Én az Atyában vagyok, az Atya bennem. Ő is küldi a lelket, meg én is küldem majd. Ne nyugtalankodjék a szívetek. És hogy milyen az Atya? Hát olyan, milyen én vagyok emberként. Ezeket megjegyezték, és csak azért nem ugrottak fel az asztaltól, és hagyták ott Jézust, mert ez elfogadhatatlan egy zsidó embertől, hogy magát Istennek nyilvánítja. Mert Jézus halottakat támasztott fel. De hogy kicsoda ez a Jézus, az éppen a húsvéti megjelenésekben derült ki, amikor a zárt ajtók mellett megjelent. Tehát egy örökké valósított teste van. Akkor igaz az, amit mondott, hogy fölmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz. Az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Nagyon pontosan fogalmaz Jézus. Neki nem úgy atya, ahogy nekünk, hanem öröktől fogva. Egy örök viszony van az Istenben. Hármas viszony, mint apa, anya, gyerek. Ezért mondja a régi mondás is, hogy tres facium communitatem. Három ember alkot kerül a közösséget. Csodálatos dolgok ezek. Pontosan arra kell rádöbbenni, amire az apostolok, ez a húsvét ajándéka, hogy a názáreti nem alulról való, hanem felülről. Az ő személye, aki azt mondja, hogy én, az az örök Isten második személye. Nincs három Isten, egy Isten van. Egy isteni örökké valóság. Egy isteni magától való, végtelen létezés, fölfoghatatlan. Egy isteni akarat, egy mindenhatóság, de három valaki birtokolja. És ott akkor az egység, hogy amit az atyám tesz, azt én is teszem, de amit én teszek, azt az atyám is teszi. És közöttük, az atya és fiú között árad a Szentlélek. Persze, mert ezek emberi szavak. Ezért tiszteletbe kell tartani, mert Jézus mondja az első szeméről, hogy atya. De nem úgy apa, mint egy földi apa. Nincs biológia. Jézus nem születik a Szent Háromságon belül úgy, mint egy gyerek születik. Már az is nagy tévedés és félrevisz, hogy született az atyától. Persze hozzáteszük, hogy vele egy lényegű. Sokan azt gondolják, megdöbbentem, hogy egy pap testvér ezt gondolta. Tehát a teológiát újra kell tanulni. Azt mondta, hogy amikor az Atya Isten létrehozta a fiút, hát előtte nem volt. A Szent Háromságban nincs változás. Ez csak a viszont jelenti. Az, hogy ahhoz hasonlít, mint egy gyerek meg a szülei. De nem az. Teljesen más. Ez, hogy született, ez nem azt jelenti, hogy ezelőtt nem volt. Hanem csak azt jelenti, hogy az atyától való kezdettől fogva. El kellene olvasni Szent Atanáziusz hitvallását. Nem tudom, miért szüntették be a zsinat után. Sok mindent beszüntettek, aminek semmi értelme nincs. Vasárnapi Prima hórában, vagyis a kis első kis zsolozsma hórában, mint egy zsoltárt mondtuk az unalomig, hogy az Atya Isten, a Fiú Isten, a Szentlélek Isten, de nincs három Isten, hanem egy Isten van. Mindenható az Atya, mindenható a Fiú, mindenható a Szentlélek, de nincs három, nincs három Isten, hanem egy Isten van. Aztán, hogy az Atyától született a Fiú,
de nincs előbb az atya, mint a fiú. És nem jött létre a semmiből a fiú. Tehát a szeretet örökké való. Itt Szent Pálnak ez a szava, amit úgy szeretünk idézni, lakodalmakkor, esküvőkkor is, olyan érzelmes tekintettel nézzük, hogy a szeretet az örökké való, vagyis hogy ez a pár örökké szereti magát, hát csak akkor, hogyha a Szent Háromsága kapcsolatban van. Mert a szeretet örökké való az azt jelenti, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek a szeretet. Testvéreim, először is végtelen nagy szeretete az Úr Jézusnak, hogy az utolsó órákban elmondja, hogy ő kicsoda. Hát a szeretetnek a legmélyebb lényege, amikor valaki megnyilatkozik és elmondja azt, ami benne van. De ugyanakkor nem csak ez a lényeg ennek a beszédnek, hogy minket szeret, és ezért kinyilatkoztatja az ő eredetét, hanem, hogy nyugodtan belekapaszkodhatunk. Egész vallás életem, egész emberi életem mennyire kapaszkodik meg Jézusban. Egy másik emberbe is csak annyiban bízhatok igazába, amennyiben ő Istenben bízik. Az emberek egymáshoz való kapcsolata olyan, mint a láncszemek kapcsolata, de hogyha azt a láncot egy festett szögre akasztják, akkor az egész leesik. Ezért Isten nélkül nem működik a társadalom, se a család. Annyiban kapaszkodhatom beléje, amennyiben ő is Istenbe kapaszkodik, de Jézus eleve az Atyába kapaszkodó lény. Tehát nem kell azt kérdezni, hogyan lesz a föltámadás, mi van a halálom után, mit érdekel. Lesz, mert ő mondta. És mert ő föltámad. Az ő belé vetett hit nem olyan, mint egy emberbe vetett hit. Mikor azt mondja az utolsó vacsorán, hogy higgyetek az Istenbe, az Atyába, de bennem is higgyetek. Ugyanazzal a hittel. Igen. Persze az emberi szeretetben eleve van egy végtelenségre való nyitottság. De azt a nyitottság marad, az ember nem kapaszkodik a Szent Háromság Istenbe, vagy legalább nem keresi a szeretetnek az eredetét. És valóban szívünkre vesszük azt, amit az utolsó vacsorán mond Jézus. Nem szeretem, amikor egy keresztény idős ember arról panaszkodik, hogy egyedül van. Istenem, én úgy szeretnék ma egyedül lenni, hogy senki ne legyen körülöttem napokig. Hogy csak Istennel lehessek. És akkor kapaszkodhatnak belém is. Nincs magány. Azért van magány, mert nem tudsz imádkozni. Nem tudsz beszélni az Atyával, Fiúval, Szentlélekkel. Nem tudod neki elmondani, hogy minden, ezek a tavaszi fák, ezek a kis növények, amik kibújnak, a gyermekek csodálatos arca, szerelmes párok, minden, ami van a világon, a semmiből lett, mert te teremtetted, Atya. Jézus, te váltottál meg. Van bűnbocsánat. Akármilyen ez a történelem, készen van a bűnbocsánat, megtérhet az ember. És kiárasztottad a Szent Lelket a szívünkbe, hogy szeretni tudjunk. Kapcsolatunk van az örökkévaló Istennel. És az a kapcsolat, az nem szűnik meg, amikor a testünk feloszlik. Mert Isten akar velünk lenni. Isten szeretete pedig nem olyan az, hogy kihagyok. Na most abba hagyom, ilyen nincs nála. Éppen ezt írtam a katolikus válaszba. Tessék az interneten megkeresni, és naponta böngészni. Igen elkötelezett, nagyon fiatal katolikus férfi testvéreink dolgoznak rajta. Ez is a magyar ifjúság. Sőt, éppen 16. Benedek erősíti meg azt, amit mindig gondoltam, hogy mi a lélekről nem úgy gondolkodunk, mint a görög filozófusok. Az Új és Új Szövetségben más. Az ember mindenestül halandó lenne. Semmi sem maradna meg bennünk. De azért van halhatatlanság bennünk,
mert Isten engem valakinek akar. És ott a semmibe az a valaki kigyullad, lesz. Nem szűnik meg. Ezt jelenti, hogy amikor fogantattunk anyánk méhébe, az állatokat úgy szereti, mint állatok, és azért állatok. A köveket Isten úgy szereti, hogy kövek. De amikor a fogantatás megtörténik, abban a pillanatban Isten azt mondja annak a pici kis lénynek, hogy te szeretlek. És ott a semmi végén kigyullad az énem. Ez a halhatatlanság. Nem bennem van a halhatatlanságnak a principiuma, a megokolása, hanem az én édes teremtőmben. Mert Isten a szeretet, és olyan képességet ad nekünk, hogy vele személyes kapcsolatba lehessünk. Ha most újra elolvasnak ezt a részletet, az egész élne. Szokjunk meg az elmékedést. Olvassunk egy kis részt. Törjük rajta a fejünket, könyörögjünk, imádkozzunk. Kérjük a Szent Lelket. Addig olvassuk, amíg át nem forrósodik a szívünk. És akkor nincs magány. És akkor lehet körülötted egy pokoli családi helyzet. Lehet a társadalomban bármi. Benned békesség van. Békességet adok nektek. Az én békémet adom nektek. Mennyit elmélkedhetett ez a Szent Pál, amikor azt mondta, hogy Krisztus a mi békességünk. Amen. Most az Úrhoz fordulva könyörögjünk,
testvérek, hogy az én áldozatom, a fiáldozatom,